Sziasztok, köszöntünk mindenkit a hétfő esti Pitwallban, amelyben a Katari nagydíj után beszéljük át az elmúlt hét legfontosabb F1-es és nem annyira F1-es híreit, és a virtuális stúdióban ismét itt vagyunk hárman, Balogh Tomival, illetve Gellérfi Gergővel. Sziasztok, srácok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Csapjunk is bele, ne húzzuk egymás és a nézők idegeit meg idejét, ugyanis a hét legfontosabb híre az meglehetősen friss egyelőre, hiszen Max Verstappen még itt a hétvége folyamán egészen pontosan szombaton bebiztosította a harmadik Forma 1-es világbajnoki címét. A futam részleteivel szokás szerint majd a Formula Podcast fog foglalkozni, amint Mészáros Sanyi barátunk hazaérkezik majd a helyszínről, hogy elmondja az ottani tapasztalatait. De addig is kicsit ízlegessük ezt, hogy háromszoros világbajnok lett Verstappen. Nyilván attól azért el lehet vonatkoztatni szerintem, hogy nagyjából március óta tudtuk, hogy ez be fog következni idén. Mit gondoltak ti erről a helyzetről? Ugye a kedvenc statisztikámat Gergő hozta itt az elmúlt napokban, aki azt mondta, ugye, hogy hát, amióta Lewis Hamilton utoljára futamot nyert, azóta nyert 3 WB címet Max Verstappen. Idegen tollakkal nem ékeskedtem, annyit hadd mondjak el, úgy láttam ezt valahol. Hát sőt, a közös csoportunkba én dobtam be, hogyha jól emlékszem, de akkor lehet, hogy Gergő is előbb kiszúrta. Olyan leszek, mint egy egyszeri politikus, nem a kérdésre fogok válaszolni, bár nyilván azért Verstappennek a világbajnoki címét nyilván nem lehet szó nélkül hagyni, de tényleg azért nem biztos, hogy érdemes nagyon feszegetni ezt, mert éveleje óta erről beszélünk, hogy mennyire kiemelkedő teljesítmény nyújt. A minden idők legdominánsabb szezonjai között van ott Verstappennek az idei teljesítménye. Nem csak a Red Bullé, hanem Verstappené is. Szerintem ez ezen a hétvégén is nagyon jól látszódott, hogy nem csak az autó tehető felelőssé, úgymond a dominanciáért. De amiről én igazán szeretnék beszélni, az, hogy ez csütörtökön még úgy nézett, hogy tényleg ez lesz a hétvégének a fő beszéd témája. Aztán pénteken az időmérő után én azt hittem, hogy már megint egy ilyen pályahatáros bohózatba fog átcsapni a hétvége. Ugye ott az időmérő után a két McLarennek is utólag vették el a leggyorsabb köreit. Aztán szombaton jöttek ugye erre a gumigondok, az vette át a szalagcímeket, majd vasárnap este a futamot követően pedig itt a kimerültség, meg a hőség, meg a tényleg, hogy Okon ugye belehányt a sisakjába, többen rosszul lettek, többeket az orvosi központba kellett vinni. Sargent ugye fel is adta a futamot menet közben, úgyhogy igazából nekem egy gondolatom maradt így a hétvége végére, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt októberre hozni a Katari nagydíjat, nem véletlen, hogy tavaly például ugye a labdarúgó világbajnokság is november-decemberben lett megrendezve, itt nem pedig októberben. Hát ha még esti körülmények között is 30 fok fölötti hőmérsékletek vannak, és ugye ehhez hozzájött az is, hogy itt a gumi problémák miatt 3 kerékcserére voltak kényszerítve a csapatok, és emiatt ugye gyakorlatilag nem volt gumikezelés, folyamatosan időmérős köröket tudtak menni, még jobban megterelték saját magukat fizikailag, úgyhogy szerintem itt sok tényezőből állt össze az, hogy ennyire kimerültek a versenyzők a végére, de az biztos, hogy a legfontosabb tényező az a hőség és a páratartalom volt. Egyértelműen egy nagyon-nagyon problémás hétvége volt ez, ahogy mondtad, sok szempontból. Azért mindenképpen említsük meg a képen látható úriembert is, Oscar Piastrit, aki ugye győzni tudott, még ha csak egy sprinten is, de ugye egy átlagos hétvégén biztos, hogy az, hogy Oscar Piastri megnyer egy versenyt, még a szombatit is, illetve hogy világbajnokot avatunk, az lenne a két legemlékezetesebb dolog, hát erről a Katari nagydíjról nem ez lesz, és egyébként nem is az a világrekord, amit a McLaren felállított, ugye valaha volt leggyorsabb kerékcserét hajtották végre 1,8 másodperccel, de hova akartam kiukadni? Igen, oda akartam kiukadni, hogy persze biztosan hozzájárult a versenyzők elképesztő kimerültségéhez az, hogy ahogy mondtad, hogy nem nagyon volt spórolós időszaka a versenynek, de alapvetően azért nem hiszem, hogy ezen múlott volna, ez csak azért mondom, mert voltak ilyen tényleg döbbenetes megnyilvánulások, kommentek arról, hogy a mai Forma 1-es pilóták már így úgy puhányok, és bezzeg a régiek, azok hogy bírták volna, nem tudom, bezzeg a régiek, hogy bírták volna ezt a
pokoli hőséget, amit a versenyautóban el kellett viselni a versenyzőknek. Ugye a képen látható George Russell például azt mondta, hogy ő rendszeresen edzeni szokott szaunában is, éppen azért, hogy bírja az ilyen körülményeket, és edzeni szokott, tehát nem üldögélni benne, mert azt én is szoktam, és én azt sem bírom elviselni. Csak hát mondja, hogy néha érzi azt, hogy muszáj kijönnie a szaunából, mert kezd rosszul lenni, és azt mondta, hogy már a verseny első felébe eljött ez az állapot, csak ugye ebből a szaunából nem lehetett kiszállni, leszámítva szegény Logan Sargeantot. Hamilton majdnem segített rajta, azért azt tegyük hozzá a verseny. Igen. Visszatekintve ő volt a legbölcsebb. Nem, a Ferrari volt a legbölcsebb Sainz-al. Hát igen, így is meg lehet közelíteni. Szóval valószínűleg itt egy ilyen szerencsétlen összejátszása volt a dolgoknak. Egyrészt ez a folyamatos nagy tempóban autózás, a katari hőmérséklet és páratartalmi viszonyok, azt is tegyük hozzá. Lehet, még a pályának is az egyéb sajátosságai közre játszottak ebben, valamiféle tökéletes vihar alakult itt ki. De hát ebből tanulni kell, mert ez azért baromi veszélyes volt. És mindez tényleg igazából háttérbe szorította azt, hogy amúgy világbajnokot avattunk hétvégén, és kicsit szerintem Verstappen is, meg az egész Red Bull viselkedett ezzel, hogy erről, hogy igen, bajnokok lettünk, és akkor mi van? Tehát készültek ilyen fotók, meg kicsit ünnepeltek, de már a felvezetésben is kicsit az lehetett az érzésünk, hogy nem lesz itt akkora óriási, nem tudom, eufória, és hát ugye, mivel ezt tényleg régóta lehetett tudni, talán nem is lett volna ez annyira indokolt. Minden esetre Verstappen és a Red Bull előtt le a kalappal, a hétvége pedig rengeteg érdekességet tartogatott, ugye itt még Lance Stroll viselkedését, vagy egyéb ilyen érdekességeket nem is kezdtünk el boncolgatni, meg most nem is fogunk, ezt majd a Formula Podcast fogja megtenni. Tehát egy ilyen hétvége meg a WBC márnyékában nyilván nem lehet a legfontosabb hírnek titulálni mást, de mégiscsak van egy igazán kiemelt hírünk ezen a héten, ami nem a hétvégéhez kötődik. Ugye az FIA bejelentette, hogy jöhet az Andretti, legalábbis a szövetség részéről. Az F1 részéről azért még mindig megvan az ellenállás, ez szerintem elég jól kitapintható, de ahogy a hírek szerint, illetve a hivatalos közlemény szerint is csak az Andretti pályázatát fogadta el az FIA, de ezt elfogadta, már ami az érkező új csapatokat illeti. Viszont a jelenlegi csapatokat és a jelenlegi vezetést annyira nem sikerült meggyőzni még arról, hogy erre igazából szükség van. Érdekes szerintem az is, hogy maga a formai vezetősége nem reagált igazából semmi olyan konkrét dolgot, hogy most akkor mi ennek örülünk, nem örülünk, vagy mi a tervünk. A csapatok részéről pedig több istálló részéről is érkezett azért olyan megnyilvánulás, ami, hát hogy mondjam, elég egyértelmű ellenállást sugalt. Ugye a Lawrence Strollnak volt egy érdekes videós interjúja, amiben úgy fogalmazott, hogy ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani, utalva ezzel arra, hogy a 10 csapatos felállás az milyen tökéletesen működik. És egyébként pedig az elutasított csapatok részéről is voltak azért reakciók, ugye elsősorban a Rodin Carli információ fejtette ki a véleményét arról, hogy igazából az Andretti-nek a pályázatát ők annyira nem értik, hogy ez mitől lett annyival jobb, mint a többieké, és azért itt szerintem számíthatunk arra, hogy a következő időszakban lesz még ennek a történetnek folytatása. De mit gondolunk mi erről most, amikor igazából még így talán ennek a történetnek az elején járunk, biztos, hogy lesz még több kör, akár a Forma 1, akár a többi elutasított csapat részéről. Hát ez egész biztos, hogy lesz. Mi lehet a történetnek a véget megtippelni sem merem, legfőjebb annyit merek mondani, hogy 2026-ban vagy 10 vagy 11 csapat lesz a rajtrácson. Túl nagy kockázatot nem mertem vállalni, de tényleg nem is lehet. Tehát ugye itt van a három elutasított istálló, vagy alakulat, vagy projekt, ugye a Roden Carlin, a Hightech és a Lucky Sünz. Most ugye majd egyszer valaki megmondja, hogy kell kiejteni egyébként. Mindegy. Tehát nyilván mindhármuk részéről érthető a sérelem, ugye ez itt a Roden Carlin a leghangosabb ezzel kapcsolatban, ami azért érdekes, mert előzetesen ők tűntek talán a leginkább outsidernek, de hogy egyre több részlet kiderül arról a projektről,
Nyugodtan mondhatjuk, hogy abban is lett volna potenciál a high-tech részéről, meg ugyebár ez nem is nagyon kérdéses. Itt ugye fölmerülhet egy olyan dolog, és köztünk fölismerült a múlt héten, hogy tulajdonképpen ezt az egész pályázatot az Andretti-re írták-e ki. Erről van-e itt szó? Na most én ennyire sarkosan nem mernék fogalmazni, bár azt szerintem nem volt kérdéses, hogy vagy nem lehetett nagyon kérdéses, hogy az egyik befutó az Andretti lesz, hogyha rendesen meg tudják írni ezt a pályázatot, és nem felejtik el beadni, és hasonló dolgokat nem csinálnak. De ugye az eredeti kiírás lehetőséget adott volna két pályázat elfogadására, és azt már el tudom képzelni gond nélkül, hogy az FIA-nál annyira akarták, és akarják jelen időben az Andretti érkezését, hogy látva az óriási ellenállást az F1 részéről, nem akarták idézőben megkockáztatni, hogy akkor egyből két csapatot szabadítanak rájuk, hanem egyfajta ilyen rossz kompromisszumként, akkor próbáljunk meg egyet betolni, és aztán majd azt lenyelik a többiek. Nagyon érdekes volt még számomra az, hogy a csapatfőnökök és a versenyzők mennyire máshogy kommunikáltak erről a hétvégén. Ugye többen voltak viszonylag jelentős versenyzők, mint például Lewis Hamilton vagy Fernando Alonso, akik nem álltak bele ebbe a nem kell nekünk az Andretti mantrába. Ugye Alonsónak volt nagyon érdekes a nyilatkozata, hiszen ő nem sokkal a főnöke Stroll nyilatkozata után kapta meg ezt a kérdést, és ugye azt mondta, hogy hát jóban vagyunk ugye itt Andrettiékkel, nagyon kedvelem őket, meg stb., de nem fogok ellent mondani a csapatom akaratának. Úgyhogy bármit is akar az Aston Martin, én azt fogom támogatni, én nekem minden jó lesz. Szóval ez egy kicsit szerintem sejtette azt, hogy igazából nem ért egyet, csak hát. Igen, Hamilton meg ugye ki is mondta, hogy nem ért egyet, és a csapatfőnökök meg tényleg összezártak, és jöttek újra és újra ugyanazok a szövegek. Ugye Fred Vasseur, nem tudom, már tavasszal azzal érvelt, hogy hát van amerikai csapatunk, a Haas, erre meg ugyanazt mondtam, mint eddig, hogy a Haas úgy amerikai, mint én. Nagyjából már bocsánat, tehát egy amerikai zászló alatt versenyeznek, és ezen kívül közük nincsen az Egyesült Államokhoz nagyjából. Ugye a Williams azzal érvelt, hogy itt veszélyben forog majd 900 ember megélhetése, és ugye megint előjött az is, hogy hát nem fér el 11 csapat a pályákon, 10 csapat fér el a pályákon, 11 nem. Ezt ugye Helmut Márko dobta be, aki híres az elmés nyilatkozataira. Hát egyébként az Apex GP-nek a boxa az teljes nyugalomban elfér, mert az pénzt hoz. Ha azt a boxot átmatizálok Andretti-re, az meg pénzt visz, ezért az már nem fér el. Nagyjából itt tudjuk lefordítani. Ez jól látod a helyzetet, pontosan ez a helyzet. Nagyon sok érdekes vetülete van ennek az egyetlen aprócska kis bejelentésnek szerintem. Az egyik az, hogy ugye múlt héten pont azt fejtegettük, hogy miért késlekednek a bejelentése. Ez egy kulisszatitok. Ugye a múlt heti adást azt nagyjából ugyanebben a déli sávban vettük föl Gergővel, és késő délután ilyen 5 óra magasságában jelentették be, tehát az akkori pitfallban már nem tudtuk kibeszélni a hivatalos bejelentést. Szóval arról elmélkedtünk, hogy miért késlekedik a bejelentés, és én dobtam be azt az ötletet, hogy megvárják, amíg az F1-gel is megállapodnak. Ez nem jött be, az látszik, hát ez az FIA külön kiadott egy közleményt, és viszont ez is érdekes szerintem, hogy ezzel gyakorlatilag a Nemzetközi Automobil Szövetség most rátolta a felelősséget a Forma 1-re, hogy azt mondják, hogy figyeljetek, mi rábólintottunk az Andrettire, ha mégse jöhetnek, akkor az az F1-en múlt. Én ezt így értelmezem nagyjából ezt a bejelentést egyik felől. Másik, ami szerintem érdekes és kibeszélésre méltó az, hogy ugye itt említetted a 3 elutasított csapatot, Gergő, de ugye a sajtóhírek szerint összesen 7 pályázat érkezett be az FIA-hoz. Ezek közül 3-an már az első körben kiestek azzal, hogy nem fizették ki a pluszköltséget, amikor az FIA ugye további adatokra volt kíváncsi. Most gyorsan próbálom fejből felidézni, ugye ide tartozott a Craig Pollock féle formula equal, remélem jól ejtettem ki, megfelelő angolsággal, ugye ez volt ez a félig női csapatos projekt, a Pantera, illetve az a hongkongi milliárdosnak a
a projektje. Tehát ez a három aki volt az, ami körül most csak hajtó. Annyit tegyünk hozzá, hogy egyre több a kérdőjel, hogy milliárdos-e egyáltalán. Tehát ez egy elég guzmi sztori volt. Lehet, hogy jobb is, hogy ő nem fizette be azt a szerény pénzösszeget. Hát igen, tehát hogyha milliárdos, akkor ezt a 280 ezer dollár talán ki tudta volna csengetni. Mondom, lehet, hogy nem is az. Hát igen, igen. Lehet, hogy úgy milliárdos ő is, mint ahogy a ház amerikai szerintem itt lehet a megfejtés. Vagy ahogy William Story. Na, ugorjunk. Igen. Jaj. Szóval, hogy itt ez a három csapat már elvileg az első körben kiesett, mondom, ezek sajtóértesülések, és akkor maradtak négyen, ugye, akiket említettünk. Ugye itt arról nem volt kommunikáció, hogy a többi csapat az min bukott el. Sőt, hát ugye a többi csapat hivatalosan meg sem volt nevezve. Itt ugye arról szólnak a sajtóértesülések, hogy a high-technél például ugye a háttérben álló kazak milliárdos volt az egyik problémás pont. A másik két projektnél pedig elvileg arról nem tudták meggyőzni az FIA-t teljesen, hogy versenyképesek tudnának lenni. És hogyha ez volt az elutasítás oka, ez még úgy azt mondom, hogy hellyel közzel védhető is. Tehát, hogyha nem tudtak olyan alapokat bemutatni vagy prezentálni az FIA-nak, ami arra utal, hogy ők tényleg meg tudnák állni a helyüket a Formula 1-ben, akkor szerintem jogos volt az elutasításuk. Nagyon érdekes egyébként tényleg a Rodinnak ez de egy picit már hisztibe csapó reakciója szerintem, mert oké, ők voltak egyébként az egyetlenek, akik igazából reagáltak az elutasított csapatok közül. Tehát se a high-tech, se itt a LKY Sunc, tényleg egyszer majd valaki mondja ezt ki nekünk. Ők is reagáltak, azonnal felajánlottak 600 millió dollárt. Igen. Az is egy reakció. Igen, ugye elvileg azt sem nyert el az FIA tetszését, hogy nem akarták azt a látszatot kelteni, hogy be tudják vásárolni magukat a csapatok a Forma 1-be. Szóval itt Az eleje óta erről beszélünk, hogy itt az a egésznek a mozgató rugója, hogy pénz. Pénz kell a csapatoknak igen, ahhoz, hogy a másik csapatot befogadják. Tehát az majd most jön nyilván, az nyilván, és akkor most lehet, hogy azt mondja a Forma 1, hogy figyelj csak, hogy is volt az a Lucky Sands? Tehát, hogy 600? Egész biztos, hogy 600? Mert hogy akkor esetleg ki tudjuk bővíteni ezt a pedagot itt a sarokban, hogyha annyira úgy van. Úgyhogy, ja. Igen, meglátjuk. Szóval még a Rodinról akartam azt mondani, hogy itt érveltek olyanokkal, hogy az Andretti is tulajdonképpen csak egy európai székhelyű csapat lenne, ilyeneket mondtak, ugye meg, hogy igazából semmi újat nem nyújtanának a jelenlegi csapatokhoz képest. Még ők például ugye akartak nyújtani ugye női versenyzőt egyrészt, másrészt ugye új-zélandi központot, és ázsiai és afrikai mérnökcsapatot. Tehát, hogy ők nyújtottak volna olyanokat, amiről az F1 meg az FIA folyamatosan beszél, ugye, hogy diverzitás, sokszínűség, stb. Meg női versenyzőknek adjunk lehetőséget. Ők ezt prezentálták volna, és mégis elutasították őket. Árnyalatni igazság van azért a szavukban. Ennek ellenére ugye nyilván szerintem az, hogyha tényleg így történt, hogy alapvetően azt vették figyelembe az FIA-nál, hogy melyik csapat az, amelyik olyan alapokkal rendelkezik, hogy hely tud állni, és versenyképes tud lenni a Forma 1-ben, és ez alapján hoztak döntés, az szerintem jó. Az mindenképpen jó, én viszont most itt annyit hadd mondjak, hogy nem veled vitatkozva, hanem a Rodennel, tehát hogy az új-zélandi központ az hol hozzáadott érték, az egy nagyon-nagyon jó kérdés számomra. Azon kívül, hogy az ausztrál nagydíjat tök könnyű megközelíteni onnan, de hogy az miért egy fantasztikus jó dolog? Sőt, ugye problémás is, tehát logisztikailag problémásabb inkább az új-zélandi központ. Ugye azzal érveltek a Rodinnél, hogy igazából az összes csapat európai van, ugye a három, vagy van a hét, amelyiknek a központja Angliában van, és három, amelyiknek nem. De az is Nyugat-Európában. De nem ettől függ szerintem, hogy egy világbajnokság-e. De hát ez hülyeség már, bocsánat, hogy ez érv legyen bárkinek, hogy de mi messziről jövünk. Hát és ez kit érdekel? Ez csak messziről jött ember azt mond, amit akar, ugye bár. Ez pontosan így van, de tényleg, mert mi most a Kuszendorra járunk bedolgozni idézőjelbe, az nekünk miért jó, hogy a Forma 1-nek mint cég, az milyen plusszal jár? Nem azért van mindenki Európában, mert ez egy ilyen kis európai tömb, és azok versenyeznek egymással, hanem mert ott van értelme versenycsapatot üzemeltetni a Forma 1-be. És pont az a bajom, erről beszéltünk már többször, nem fejtem ki bőven, csak röviden, hogy az, hogy mi afrikai meg ázsiai mennököket akarunk alkalmazni, meg női pilotával akarunk versenyezni, és miért? Tehát, hogy nem az lenne a lényege, hogy a lehető legjobb emberek kerüljenek be a Forma 1-be, a legjobb piloták, a legjobb mennökök, a legjobb szerelők, a legjobb mindenki. Attól ne kerülj be, mert afrikai vagy.
vagy a bácsiai, vagy nő. Kerülj be akkor nőként, meg elsőként, hogyha elég jó vagy egyébként ahhoz, hogy bekerülj. Csak mondjuk azt értem a részükről, hogy viszont az FIA meg a Forma 1 folyamatosan ilyenekkel érvel, hogy be nekünk itt a sokszínűség, meg a mindenféle diverzitás nekünk, ez mennyire rohadt módon fontos. Igen, ez mondjuk egy ilyen jó görbetükör, hogy hát akkor mi rendkívül különbözőek vagyunk, és minket rendkívül ki lehetne választani, ezt mégis azt mondtátok, hogy nem. Szerint még a pályázati kiírás szempontrendszerei között is szerepelt ez. Abban ugye szerepelt sok minden, aminek szerintem már nagyjából elfelejtette mindenki, köztük az FIA is, meg a csapatok is a lényegeit. Ugye abban voltak olyanok, hogy hogyan a fenntarthatóságot hogyan fogod te elérni, meg hogyan fogod működtetni, meg stb. Tehát, hogy abban azért kértek olyanokat, amiket nem vagyok benne biztos, hogy itt akár az Andretti be tart, vagy be tud tartani. És ugye az Andretti-vel kapcsolatban az az örök kérdés, és erre a mai napig nem kaptunk választ se az Andretti-től, se az FIA-tól, hogy ugye az a tétel, ami nem tudom, már meg volt-e fogalmazva konkrétan, de hogy ugye ez azóta is téma volt, hogy ugye hozzanak gyártót. És hát ugye az Andretti ezzel, amikor a Cadillac-kel, illetve a GM-mel összebútoroztak, akkor úgy érezték, hogy ők kipipáltak mindent, és akkor ők most hozzák a gyártót, amire rögtön jött a reakció, hogy de hát ez nem igazi gyártó, mert ők csak egy matricát fognak hozzátenni a projekthez, és erre azóta sem kaptunk semmilyen választ, hogy ez miért nem lesz így esetleg az Andretti részéről. Úgyhogy nekem egy kicsit ködös ez az egész sztori. Mindamellett én nagyon örülnék a plusz csapatnak, és nagyon szeretném, hogy legyen egy plusz csapat, ez nagyon sok jó dolgot tudta szerintem hozzátenni a Forma 1-hez, lehetne akár több is, hogyha ki tudják bővíteni a pedagokat, de hogy ezt mondjuk és közben nem tartatjuk be, vagy ezt így ezt promózzuk és közben meg mégse úgy van, azt nem szeretem annyira, aztán lehet, hogy itt se erről van szó, de még azt mondjátok meg nekem, hogy szerintetek egyébként a Forma 1 el fogja fogadni ezt a jelentkezést? Ezt a kérdést akartam feltenni, mert szerintem ez az 1 millió dolláros kérdés, hogy most mit fog bevállalni a Forma 1 hogy mit fog bevállalni a Forma 1, hogy szembe megy az FIA-val, ez szerintem egy nagyon fontos hatalmi harc, vagy a hatalmi harcnak egy nagyon fontos lépcsője lesz, vagy mérföldköve, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak, hogy végül beengedik-e az Andrettit, vagy sem. Tehát szembe fog-e menni az FIA-val, vagy szembe megy a jelenlegi csapatokkal. Ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon érdekes lesz. Ez valószínűleg még hónapokig el fog tartani ez a húzavona. Éppen ezért ugye az Andretti minél hamarabb szeretné érkezni, tehát ők a 2025-ös csatlakozást is bevállalnák, de szerintem abból nagyon hamar ki fognak futni a határidőből. Tehát szerintem a reális az a 2026, hogyha az F1-gel is meg tudnak állapodni. Hát jól kikerültem a válaszadást egyébként. De én is kifogom, mert én erre nem tudok mit válaszolni. Azzal együtt, hogy szerintem annyira messzire elment már ez az Andretti történet, hogy innen visszadobni őket, az valószínűleg orbitális presztízsveszteség lenne a Formula 1 számára, Amerikában mindenképpen, ami ugye azt hiszem éppen a legfontosabb piacaik egyike, és még fejleszteni akarják. Tehát én nem nagyon látom azt a forgatókönyvet, hogy a végén őket kigolyózzák, de azt sem feltétlen tudnám megmondani, hogy mi fogja meggyőzni a csapatokat. Hát lehet, hogy azt a tortát, az úgynevezett tortát újra kell kicsit gondolni, és nem 11 fele vágni, hanem beletenni egy 11. szeletet pluszban, nem tudom. Ami még eszembe jutott, hogy itt reagálva két dologra gyorsan, az egyik, hogy a fenntarthatóságot illetően ugye például a Roden Carlin esetében ugye arról szólnak a hírek, hogy nagyjából az Isten összes pénzzel rendelkezésükre állt, tehát hogy nem nagyon fenyegetett a veszélye annak, hogy itt nem fogják majd tudni működtetni ezt az istállót. Az meg ugye egy másik kérdés, hogy megpróbálhatnak-e alternatív módokon megérkezni ezen projektek egyike másik az F1-be. Ugye csak pletyka szintjén itt fölmerült az, hogy a Roden Carlin érdeklődött az Alfa Tauri megvásárlása iránt, csak azt az 1 milliárd dollár. Az nem pletyka szintjén, azt maga a tulajdonos mondta, hogy ők érdeklődtek. Bocsánat, csak hát igen, kicsit drágának találtak azt a 800-900 milliót. Igen, nem csak a fejembe összemosódott két mondat, hogy a pletyka szintjén meg az merült fel, hogy valamilyen szaudiak érdeklődnek az Aston Martin felvásárlása iránt. Na mi van, ha ezek épp ugyanazok a szaudiak, akik más iránt is érdeklődtek?
Tehát ugye azért azt se zárjuk ki szerintem, hogy akiket itt az ajtón nem engedtek be, hogy bemásznak az ablakon valahogy, és végül pedig bár nem szorul rá az Andretti a védelmemre, de annyit azért hangsúlyozzunk, ugye mondtad itt Tomi azt, hogy szempont volt, hogy hozzanak gyártót, hát a többiek se hoztak volna. Tehát végül is az Andretti, még azt is mondhatjuk, ők legalább névleg hoznak gyártót, a többiek meg úgy sem. Igen, csak ugye ez volt az érv mellettük, hogy de hát ők hoznak gyártót. De hát egyelőre nem. Tehát azt még azért bizonyítani kell, hogy ott az tényleg gyártó lesz. Én egyébként, és most kicsit ilyen konspiratívan állok ehhez a történethez hozzá, de én úgy olvasom itt a mondatokat, hogy a Form 1 azért nem reagált még hivatalosan semmit, mert ők most a csapatokkal próbálják kimondatni a maguk véleményét, és mivel ez a vélemény ez tökéletesen egyezik a csapatok és az F1 részéről, ezért nem kell annyira kimondatni, csak egy kicsit noszogatni kell őket, hogy erről beszélni kéne, és meg kell adni ennek a lehetőségét, hogy erről beszélhessenek, úgyhogy szerintem nagyjából most itt tartunk, és hogyha sikerül olyan narratívát felépíteni, amiben kizárják az Andretit, akkor ki fogják zárni. Ami viszont szerintem borzasztó rossz üzenet lesz mindenkinek, ugye ez egy 9-10 hónapja zajló történet, most már az Andretti történet, úgyhogy azért, ha ezek után az lesz a vége, hogy senki nem tud jönni, semmilyen módon, tehát nem lehet csapatot vásárolni, mert azok a csapatok most nyereségesek, ezért senki nem akarja őket eladni, és nem lehet csatlakozni új csapatként sem, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon rossz kép lesz a Forma 1 számára, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen szűk elit társaság egymás elleni küzdelme lesz, és nincs belépési lehetőség senkinek. Hát meglátjuk, hogy mi fog belőle kisülni. Ez az én záró mondatom, csak hogy örüljetek. Menjünk még tovább, mert azért voltak híreink, szintén FIA hírek vannak egyébként még több is. Az egyik ilyen, hogy a költségvetési tervein módosított a szövetség, és igazából a négy legrosszabb, vagy leggyengébben teljesítő csapatnak tettek jelentős kedvezményeket. Ugye itt az infrastruktúrális fejlesztésekről van szó, erről beszéltünk már korábban, hogy igazából a Williams kezdte el ezt forszírozni, hogy jó lenne, hogyha az nem lenne benne igazából a költség sapkában, vagy lenne valamiféle kedvezmény erre, vagy kis kibúvó, mert hogy hát úgy tudnának igazán egyenlő feltételekkel versenyezni a csapatok, hogyha mindenkinek azonos feltételei lennének mondjuk a gyárban, és ugye ez jelenleg nincs így, és nem is tudnak fejleszteni olyan könnyen, hiszen azt már ugye szabályozzák, vagy korlátozzák. Ugye idén 45 millió dollárt lehetett ilyenekre költeni, ilyesmi fejlesztésekre, infrastruktúrális fejlesztésekre, és ezt bolondította meg kicsit az FIA 2024-re, ugyanis három csoportra osztja majd a mezőnyt, lesz egy top divízió, amit jelen pillanatban a Red Bull, a Mercedes és a Ferrari alkot, ők 6 milliós plusz keretet kapnak ehhez a 45 millióhoz. Ugye volt itt arról szó, hogy igazából nekik nem akartak semmit adni, de hát, hogyha mindenkinek adnak valamit, akkor nekik is kell, hogy adjanak, úgyhogy ezért őket sem hagyhatták ki a buliból. Tehát ők 6 millióval köthetnek többet. A középmezőnybe a McLarent, az Aston Martint és az Alpint foglalta bele az FIA, ők már 13 milliós plusz keretet kapnak, és van egy alsóház, az Alfa Tauri, az Alfa Romeo ház, illetve a Williams, ők kereken 20 millióval köthetnek majd többet, úgyhogy itt azért elég jól szétszakad majd a mezőny. Én ugye ez fontos hozzátenni, hogy a következő években itt a divíziók között lehet átjárás, ugye az eredményektől függően az utolsó néhány évnek az eredményeit veszik figyelembe. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó döntés. Engem picit meglepető sikerült erről a jelek szerint megállapodni, tehát én azt gondoltam, hogy a nagy csapatok el fogják ezt gáncsolni, mert ugye erről beszéltünk már tényleg a Williams vetette föl már jó néhány héttel vagy hónappal ezelőtt ennek az ötletét, és én nem hittem, hogy ebben megállapodás fog születni. Minden olyan fajta segítséget támogatok az ilyen technikai sportokban, ami nem közvetlen teljesítményjavító hatású, hanem a lehetőséget adja meg arra, hogy felzárkózz. Kismilliószor mondtam már, most csak egy mondatot teszem, hogy a MotoGP-ben is kifejezetten jól működtek ezek a szabályok, és csak ennyit akartam róla mondani, ott is ugye tesztelési lehetőségből volt több, stb. Itt ez, hogyha
nagyobb a költségkereted arra, hogy infrastruktúrális fejlesztéseket hajts végre, az még önmagában nem garantálja azt, hogy a pályán gyorsabb leszel. Csak megadja a lehetőséget arra, hogy fejleszd az eszközeidet, szélcsatornát, stb., és azáltal váljál gyorsabbá. Most nyilván pont a Williams a legjobb példa tényleg erre, akiknél ugye James Walsh mondta el, hogy gyakorlatilag 20 éve már kiment a divatból, hogy így mondjam, az ő eszköztáruk. Tehát rettenetesen el voltak maradva infrastruktúrális szinten, és tényleg a költséglimit hatája alatt ezt nem tudták behozni értemben. Most ennek a kis könnyítésnek, és ez azért nem annyira jelentős könnyítés egyébként, de azért könnyítés, ennek köszönhetően feljebb tudhatnak zárkózni, de ez még mindig tényleg önmagában csak egy lehetőség. Mert attól még, hogy csinálsz egy új szélcsatornát, az nem garantálja azt, hogy azt jól is fogod tudni használni. Így van, így van. Tulajdonképpen a lényeget kimondtad, amit én erről akartam mondani, hogy az F1-ben, most egy más kategóriákban, más szakágokban van-e, abban nem menjünk bele, mert erről tök jó műsort csináltunk már például a Formula Podcastben, de az biztos, hogy az F1-ben nincsen helye teljesítménykiegyenlítésnek. Az esélykiegyenlítés viszont én azt gondolom, hogy nem egy ördögtől való dolog. Tényleg különösen azt nézzük, hogy mekkora orbitális szakadék van még mindig, és volt különösen a költségsapka bevezetése előtt mondjuk egy Mercedes és egy Williams között, hogyha ezt a erőforrásokban, lehetőségekben, infrastruktúrában tátongó szakadékot csökkenteni próbálja az F1, azzal nem hiszem, hogy bárki rosszul járna. Egyetlen apró mondandóm lenne hozzá egyébként, hogy mindent értek, egyet is értek veletek teljes mértékben. A magyaros kiskapu keresésem viszont azt mondatja velem, hogy és amikor az Alfa Tauri vagy a Haas fog 20 millióval többért fejleszteni infrastruktúrát Milton Keynesben vagy Maranellóban? Hát igen. Köszönöm a reakciót. Hát most erre mit? Ja. Jó, csak mondom, hogy nagyjából ezek a kérdőjeleim. De menjünk még, most közben leborítottam a laptopomat, de ne törődjetek vele. Szóval menjünk még tovább, mert még mindig FIA hírünk van. Ugye a 2026-os autókról szivárognak azért az ötletek legalább, hogy körülbelül mire kell majd készülnünk. Ugye a hírek szerint 20 kg-mal könnyebb, 10 cm-vel keskenyebb és 20 cm-vel rövidebb autók jöhetnek majd. Szóba került az is, hogy a 18-szoros gumik nem biztos, hogy jó irányt képviselnek, most már elég rövid idő után erre juthatnak. És hát az azért elég egyértelműen látszik, hogy könnyebb, kisebb, rövidebb, egyszerűbb autókat szeretnének, és itt nagyjából azon folyik a vita, vagy az egyezkedés, hogy ennek a mértéke az hogyan megvalósítható. Szóba került aktív aerodinamika, meg ugye a DRS-nek a kiváltásán, vagy csökkentésén, vagy bármiféle alternatív megoldásán is gondolkodnak. Szóval összességében én azt gondolom, hogy teljesen más, teljesen totálisan más autókra készülhetünk 2026-tól, nem sokkal a szintén korábbiakhoz képest jelentősen eltérő autók megjelenése után. Ez szerintem nem akkora baj. Több érv is ebbe az irányba mutat. Ugye egyrészt az, hogy az egyértelmű, hogy az előzések stb. Problémáját egyértelműen sikerült kezelni, de megoldani még nem. És ezért igenis, ugye erről sokszor beszéltünk, hogy felelős a jelenlegi autók mérete, maguk a versenyzők is többször hangoztatták, hogy ők jobban szeretnének ennél kisebb járművekkel közlekedni. Ami az aktív aerodinamikát illeti, nekem az nagyon-nagyon tetszene. Ha a DRS jelenlegi formájától megszabadulnánk, tehát azért se hullatnék azért szint krokodilkönnyeket. És hát arról nem is beszélve, hogy akarva akaratlanul eszébe jut az embernek, hogy a jelenlegi erőviszonyok is amellett szólnak, hogy le kell cserélni az autókat. Igen, arról beszélek, hogy a Red Bull-t meg akarják állítani, és mondjuk, hogyha jön az Audi, és ha jön az Andretti, akkor nyilván ők jobb eséllyel tudnak beszállni így, hogy egy teljesen új generációs autókkal kell megkezdeni, és az Audi nem az előző évi Alfa Romeo-t lesz szerencsétlenségére kénytelen továbbvinni.
Szóval sok, sok érv mutat ebbe az irányba, és de tulajdonképpen már régóta erről beszélünk, tehát az jutott még eszembe, hogy ez az inzert, ez tulajdonképpen, nem tudom, már tavasszal is ugyanígy nézhetett volna ki. Sőt, nézett is ki, beszéltünk nézett erről, ugye. Egy dolog itt, ahhoz, amit itt a végén mondtál, hogy viszont az tendencia szokott lenni a Forma 1-ben, hogy inkább az aktuális szabályrendszereknek az utolsó évei szoktak igazán kompetitívek lenni, tehát gondoljunk 2008-ra vagy 2021-re, tehát inkább az új szabályrendszer azt szokta a legtöbbször, nem mindig ez fontos hangsúlyozni, de legtöbbször eredményezni, hogy inkább valaki nagyon beletalál valami technikai megoldással, és akkor az első egy-két év az arról szól, hogy dominálnak, és őket kell utolérni. Nekem itt a most kiszivárgott, vagy sajtóban megszellőztetett tervek kapcsán egy dolog szúrt szemet, ami szerintem érdekes volt, az az, hogy hogyan akarják elérni a súlycsökkentést. Ugye erről beszéltünk, hogy ez nagyon jó ötlet, hogy súlyt kell csökkenteni, de hogyan? És úgy tűnik, hogy az FIA megfogadhatja James Ellisonnak azt a tanácsát, amiről szintén beszéltünk jó néhány hónappal ezelőtt, hogy bízzák a csapatokra. Hogy eltörölnék a minimum súlyt gyakorlatilag. Nyilván lenne bizonyos megszorítás, hiszen biztonsági előírásoknak meg kell felelni, tehát az nem lehet, hogy 100 kilóval könnyebb legyen a karosszéria, mert az ugye akkor mondjuk veszélyes lenne. Tehát bizonyos megkötések mellett viszont a csapatokra bíznák, hogy lehetőleg kisebb súlyú vagy tömegű autókat fejleszék, és ezt fogják ugye tenni ez esetben, hiszen az az érdekük, hogy minél könnyebb legyen az autójuk. Ez egy nagyon érdekes gondolat szerintem, hogy ezek szerint, jó, nyilván nem véletlenül, hát James Ellison ért azért a dolgához szerintem, nem, de annak örülök, hogy ez meghallgatásra talált, mert ez szerintem egy érdekes gondolat. Nyilván fontos tényleg bizonyos alapköveket leszögezni, tehát hogy a felfüggesztéssel ne lehessen például akárhogyan mahinálni, tehát a biztonsági követelményeknek, meg törésteszteknek, stb. Feleljenek meg az autók, de azon belül szerintem ez nem egy rossz gondolat, hogy akkor bízzák a csapatokra, hogy mennyire tudják levinni az autó tömegét. Szerintem egy nagyon jó gondolat, itt legfeljebb arra van szükség, ugye, hogy amit mondtál, például felfüggesztés, például biztonsági, tehát hogy azért meg kell adni bizonyos paramétereket, például ugye szélességre, hosszúságra maximalizálni, és nyilván minimalizálni is, hogy ne legyenek 80 centi szélesebb egyes autók, de tehát ilyen túlik paramétereket megadva, és azon belül meg relatíve szabadabban fejlesztve, nagyon izgalmas dolgok jöhetnének ki belőle. Azért most is valamelyest megvan az, hogy a legtöbb autót szerintem fel lehetne ismerni festés nélkül, de még egyedibb karakterisztikák alakulhatnának ki így, és ez azt szerintem csak is jó lenne. Ugye ez az éra is úgy indult, hogy nagyon egyedi karakterisztikákat láttunk. Aztán van egy csomó Red Bull. Most meg van egy csomó Red Bull különböző festéssel, úgyhogy igen, érdekes lesz azért. Viszont szerintem lassan nem lenne baj majd ezeket kicsit konkretizálni, hogy mit is akarunk és hogyan fognak kinézni a szabályok, mert azért 23 őszét írjuk, nem kell most még azonnal, de azért jövő év első felében ezeket véglegesíteni kell, és le kell írni, hogy ez lesz, és kész. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy ezek hogyan fognak alakulni. Van még egy FIA hírünk, ugyanis közöltek egy változtatást. A teszt szabályokba nyúltak bele, de nem olyan nagyon veszélyesen. Igazából annyi történt, hogy mostantól nem 200, hanem 400 kilométernyi ilyen promóciós eseményt lehet tartani, ugye ezek azok a bizonyos filmforgatási napok, amelyeket azért most már jellemzően az év elején, még az első teszt előtt ilyen nulladik tesztként vagy shakedownként szoktak használni az istállók, és hát ennek a lehetőségeit duplázzák meg azzal a megkötéssel, hogy ezt a 400 kilométert viszont két külön napra kell majd szétbontani, és igazából ennyi lesz ennek a megkötése. Én erről pont múlt héten beszéltünk veled, Gergő, hogyha emlékszel, hogy valami plusz tesztelési lehetőséget kellene adni. Hogy most ugye, múlt héten annak kapcsán beszéltünk, hogy az újoncok nagyon kevés lehetőséget kapnak. Ez nem oldaná meg azt, viszont azt legalább igen, hogy legalább a teszteknek az eleje, már mint a hivatalos tesztnek, a bakrényi háromnapos hivatalos tesztnek legalább az első napjának a fele ne arról szóljon, hogy itt tényleg a legalapvetőbb hibákat kell orvosolni, hanem ezt meg tudják már oldani ezen a filmforgatási napok keretein belül, ami tényleg nevében filmforgatási nap. Nyilván szolgál egy ilyen funkciót is, hogy akkor erről lehessen kiadni
promóciós anyagokat, de hát alapvetően ez inkább rendszer ellenőrzésről szokott szólni. Mercedes klasszikusan az, amelyik ugye Silverstone-ban mutatja be az autóját, majd 2 óra múlva már köröz Silverstone-ban. Nyilván nem feltétlenül azért, hogy nekünk újságíróknak legyen videós anyagunk is a nap végére arról, hogy hogyan néz ki az autó, sokkal inkább arról, hogy hát ez működik-e meg. Jó lesz-e ez az Aero oldaldoboz, amit ugye tavaly nem tudtak Silverstone-ban belőni az időjárás miatt. Szóval én ezt üdvözlöm, ezt a bővítést. Nem egy jelentős bővítés, de pont ezek az apró lépések azok, amik szerintem összességében sokat számíthatnak. Egyébként most bocsánat, de az is egy simán egy megoldás lehet, mert azt mondják, hogy akkor az első teszt előtt van 300 km ségdánja mindenkinek, és 100 km valamikor a szezon során, amikor lehet filmet forgatni, tehát hogy akár nevén is nevezhetnénk a gyereket. Akár. Igen. Egyébként igen, filmforgatása valószínűleg ezeknek a stáboknak az a 100 kilométer az bőven elég lenne. Na mindegy, még McLarenes híreink vannak 2. Az egyik az, hogy leigazolta az F3-as bajnokot, a Wokingi csapat. Ugye a 18 éves brazil Gabriele Bortoletto a kiszemelt, aki ugye most újoncként versenyzett a Forma 3-ban, és nagyon-nagyon stabil, meg megbízható teljesítményt nyújtva lett bajnok azonnal. Úgyhogy ez ért egy helyet a McLarennél, egyelőre a pilóta nevelő programban, és igazából azt még nem közölték, legalábbis nem pontosan, hogy mi lesz a dolga, mi lesz a feladata, hol fog versenyezni, mit fog csinálni 2024-ben. És ugye ehhez tartozik egy másik ír, ami mondjuk nem McLarenes, hogy a Ferrari akadémistája, ugye Oliver Berman, majd Mexikóban és Abu Dhabiban is a Haast vezetheti az első szabad edzésen, ez ugye a kötelező rookie test tulajdonképpen, akiket a fiatalokat kell beültetni egy-egy szabad edzésre, tehát 2 szabad edzésre egész pontosan, és hát ugye Berman kap a Haastól lehetőséget. Ugye a Forma 2-ben versenye az idén, és nagyon fiatal még, és hát azért neki is vannak már biztató meg villalásai. Hát, hogy ne volnának? Oliver Berman szerintem abszolút a legígéretesebb ifjú tehetségek egyike, aki jelenleg itt mozgolódik F2-es, F3-as szintéren. És én nagyon örülök ennek, hogy ő megkapta ezt a lehetőséget, nyilván a Ferrari közbenjárására. Még azt sem tartom kizártnak, hogy őt akár egy 2025-ös Haas szerződésre kezdik szépen előkészíteni, de hogy ennek sokkal több értelmét látom, mint ha megint szegény Pietro Fittipaldi teljesíteni azt a 2 szabad edzést. Nem, mint a bármi bajom lenne vele, de azt mindenki tudja, hogy ő már nem lesz Formula 1-es pilóta, Oliver Bermanből meg még lehet. Ami meg ugye Bortolétót illeti, ezt szezon közben többször beszéltük Balogh Tomival is, ugye itt a készülő, ez itt a reklámhelye, a készülő autósport évkönyvben írott F3-as szezon összefoglalóban is kiemelte Tomi, hogy ugye mindenki, aki mögötte végzett a bajnokságban, nem tudom, 5-6 versenyző szép sorban valamelyik nevelőprogramba tartozott, és hát Bortoletto is, csak ő a Fernando Alonso privát nevelőprogramba tartozott, ami szintén egy menő dolog, de ugye nem volt istállóhoz való kötődése, most már van, és szerintem ez nem is meglepő, tehát egy nagyon szép F3-os bajnoki cím újoncként, ráadásul fiatalon, azért az F3-ban is van, hogy ennél idősebbek a bajnokok, plusz hát ne feledjük, hogy Brazil, ugye nem elmúlt hetekben Drugovics kapcsán, ezt elmondtuk, hogy az nem olyan rossz dolog egy fiatal tehetség számára, hogyha brazilként próbál bejutni az F1-be, nyilván az se véletlen, hogy épp Senna autója mellé ültették oda, hogy csináljának róla pár fotót. Úgyhogy szerintem mindkét gyerek ígéretes, és ebben a pillanatban, így 2023. októberében azt mondom, hogy egyiken se lepődnék meg, hogyha mondjuk 3 év múlva már a Formula 1-ben szerepelnének. Igen. Mondtad ugye, hogy nem meglepő, hogy a McLaren lecsapott rá. Én kifejezetten fontosnak tartom azt, hogyha valaki megnyer egy ilyen szintű bajnokságot, mint a Forma 3 vagy a Forma 2, arra valaki csapjon le valamilyen szinten. Tehát az, hogy ilyen szériát nyersz, azért az keltse már fel valamilyen szinten az érdeklődését a csapatoknak. Ugye tavaly Drugovics is úgy nyert a Formula 2-ben, hogy nem tartozott egyik csapatnak a neveldéjéhez sem. Ugye őt az Aston Martin igazolta le. Most Bortoletto tette meg ugyanezt a McLarennél. Tényleg kiemelendő az, amit itt Gergő elszpoilereztél az autósport évkönyvből, hogy a mögötte lévő 5 vagy 6 vagy 7 versenyző mind már tartozott valamelyik Forma 1-es csapathoz.
most már Bortoléto is tartozik, és mondom, tehát azt én nem szeretem, hogyha megnyersz egy ilyen szintű bajnokságot, és nem kapsz lehetőséget a következő szinten. Ugye nekem tehát Drugovicsnak is, tehát megnyerte a Forma 2-t, és most lehet, hogy nem fog lehetőséget kapni két éven belül sem a Forma 1-ben. Ugye Piastri volt hasonló eset, aki újoncként nyert az F3-ban, majd a következő évben az F2-ben, és azért várnia kellett egy évet. Hozzáteszem, hogy így utólag lehet, hogy jobban járt azzal, hogy a McLarenhez átmanőverezte magát, hogy így fogalmazzam, mint hogyha az Alpinnál mutatkozott volna be tavaly. De az tehát fontos szerintem, hogy akik bajnokságot nyernek, azok valamiféle lehetőséget kapjanak. Szerintem, hogyha ilyen szintű tehetségek pont anyaistálló vagy hasonló nélkülnek, akkor ezek az akadémiák lehet, hogy mégsem működnek annyira jól, de hát, vagy nem feltétlenül a szakmai indokok szerint működnek, de ezt most ne is tenni jobban. Na hát, nem mondasz. Igen, van viszont még egy McLaren hírünk, ugye működésbe lépett az új szélcsatorna, amit nemrég adtak át, nemrég költöztek be oda tulajdonképpen, ugye ők nagyon régóta már a Toyotának a korábbi szélcsatornáját használták, és hát ugye még Andreas Seidl, amikor megérkezett a csapathoz, ugye ő döntött úgy, hogy itt már pedig jelentős változtatásokra van szükség minden téren. Ennek az egyike volt az, hogy egyszerűen muszáj építeni egy modern és jól működő szélcsatornát, és hát a McLaren erre mutogatott most itt nekünk néhány fotót. Igen, ugye 2010-ben, hogyha jól emlékszem, akkor zárták be a régi szélcsatornájukat, és akkor költöztek át ugye a Forma 1-ből éppen kiszálló Toyotának a németországi szélcsatornájába, és hát tényleg itt volt az ideje, az elmúlt években többször is volt erről szó, hogy a McLarennél fontos az új szélcsatorna, és egy dolgot emeljünk ki, hogy ez már a 24-es autón éreztetni fogja a hatását, tehát részben ott fejlesztik, de ami igazán jelentős lesz, az majd a 2025-ös autó, azt az elejétől kezdve itt fogják majd fejleszteni és tervezni. Igen, ugye András Stella mondta azt, hogy a 23-as autó már nem kerül be a 24-es, illetve az új szélcsatornában már nem tolják be a 23-asat, azzal nem foglalkoznak, a 24-es viszont most már majd ott készül, és a 25-ös pedig ugye tényleg az elejétől kezdve, úgyhogy nem menjünk ennyire előre, hogy akkor meg a 26-os új szabályrendszeres autó, az nem már aztán végképp, de... Az nagyon ott készül. Az már teljesen, már az eredeti megfogant gondolatok is ott fognak készülni. Jó, hát nagyjából így tudjuk. Nem tudom, hogy mondtad, hogy beköltöztek a szélcsatornába, és ugye... Itt a kép múlva testék. Nagy boldog családként ott vannak. Na jó. Hát ez csodálatos. Mondjuk nem tudom, Piastri miért nincs ott a képen, de ezt most megint csak mennyi sok. Hát neki ott a laptopon mutogattak valamit a másik képen, ugye itt. Ja, is. Igaz. Neki az jutott, hogy a laptopon ide költözött. Ez a kis szoba. Jó, mindegy. Tehát a Forma 1-es hírek nagyjából ennyit tesznek ki ezen a héten, de vannak még nem Forma 1-es híreink, és kezdjük talán a rallival. Na csak azért is, mert ott voltam a Rally Hungary-n. Ugye ez volt a magyar bajnokság és az Európa bajnokság záró futama, és egy nagyon jó versenyt hozott egyébként, amelyet végül dobogósokat látjuk középen, Mats Östberg, a korábbi WRC 2-es világbajnok, és egyébként tavalyi magyar bajnok. Bal oldalon láthattuk Vince Ferencet és Perce Nándort, a jelenlegi magyar bajnokot, akik a második helyen végeztek, és ugye a lett Martins Szeszk lett a harmadik. És hát nagyon érdekes futam volt, ugyanis Csomós Miklós vezetett nagyon-nagyon sokáig, igazából a második szakasztól kezdve uralta ezt a futamot, és olyan dominanciát mutatott még Östberg, az idei EB második Szeszk, a korábbi nagy futamgyőztes Marcsik, Bonato, Skoda gyári támogatott, Erik Zeiss, stb. Tehát nagyon-nagyon komoly nevek voltak azért itt, és őket sikerült igazából kérdés nélkül lesöpörnie. És egészen addig, amíg az utolsó előtti gyorsasági szakaszon egy balos kanyarban a felhordáson lesodródott az útról, és nagyon-nagyon csúnyára összetörte ezt az autót. Bukócső is megsérült, meg itt azért sok minden, hál' Istennek a két versenyző nem. Azért nagyon fontos dolog, hogy ebből az autóból sértetlenül szálltak ki. Egy ilyen 110-es tempóval állította meg őket a fa. Nem esett jól ez igazából senkinek, úgyhogy itt elúszott nekik a győzelem. Nyilván nem tudtak tovább menni, de hogy na, igazából két gyorsaságival a vége előtt 15 másodperccel vezettek, és nagyon sok kritika éri most őket, ezt nem fejtem ki egyre jobban, majd a Formula Plus rovatunkban
írok véleménycikket itt sok mindenről, ami ebben a témában érdekes, aki foglalkozott rally, az majd ott ezt elolvashatja. Lényeg az, hogy többször volt már veszélyes esetük a futam során, vagy legalábbis olyan, amikor kicsit így izgalmasabb volt a helyzet. Az előző gyorsaságén is megforogtak és összeszedtek egy defektet, de még így is vezettek 15 másodperccel, és nem volt szerencséjük ebben a balkanyarban sajnos. Úgyhogy így nyert Özberg, aki ugye napközben már azért elmondta, hogy neki esélye nincs itt Csomós ellen, de hát igazából ugye, mivel kiesett előle, így ő nyert, és ugye Vince lett a második, akinek szerintem ez volt a pont az íre ebben a szezonban. Ugye ő a magyar bajnok, és nagyon-nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott ezen a versenyen is, végig csatában volt Özberggel, ami ugye azért egy nagyon nagy dolog, és végül 12 másodperccel kapott ki. Ő nem kapott defektetőt, föltartották az egyik szakaszon, a körgyorsaságén beletoltattak elé egy kisebb kategóriás autót, és ment mögötte egy félkört, úgyhogy az annyira nem volt jó. De így lett második, és mondom, 12 másodpercet kapott Özbergtől úgy, hogy a harmadik helyzet Szeszk ilyen másfél percet, tehát hogy azért látszik, hogy milyen különbségek voltak, és hát ugye Szeszk idén két futamot nyert az EB-n, tehát azért nem akárkiről beszélünk, és ő lett az évvégi második, úgyhogy Vincéjéknek nagyon gratulálunk az RC második, és persze az ORB első helyezéséhez, és nagyon jó verseny volt, még Mihalis Norbiról szerintem beszéljünk egy-két mondatot, aki ugye most értette meg a rallis debütálását, és végül az RC értékelés 13. és az abszolút 15. helyén zárt. Annyi igazából a kicsit ami árnyalja a képet, hogy volt egy defektjük nekik is, az ilyen 3-3,5 perc alatt cserélték ki. Anélkül a top 10 vége felé lettek volna, de azért azt is tegyük hozzá, hogy tempóból nem voltak a top 10-ben, hiszen mögöttük, körülöttük is végeztek többen olyanok, akik defektet, akár több defektet is kaptak. Úgyhogy igazából ilyen 11-től 18. helyig ment nagyjából Norbi ebben a mezőnyben, ugye 26-an indultak a kategóriában, de ebből azért egy-kettőt azért levonható. Ja, az első rögtön a 25-en indultak el igazából, mert sajnos a péntek esti szuperspeciálon az ír Josh McCurlin úgy kiütötte a futóművet, hogy a féltenge is kiesett, és ő nem tudott erre tolni szombat reggel, úgyhogy igazából csak 25-en indultak. És ugye a magyar, aki csak a magyar értékelésben nevezett, ők ilyen, nem tudom, egy óra késéssel álltak rajta, tehát nekik azért sokszor már elég más körülmények voltak a pályán. Az RC-ben 19-en mentek, és közöttük lett ugye 13. Norbi, ugye estek is ki azért páram. Ettől függetlenül ugye az eredmények, így ha ezt nézem a végét, akkor nem mondhatjuk annyira, hogy csodálatosan nagy siker történet, de én azért azt gondolom, hogy a mondjuk a középmezőny elejéhez viszonyított lemaradása az nem volt rossz. Tehát mondjuk jó, nyilván ne várjuk tőle, hogy RC élmenő lesz, mert nem lesz, de elsőre legalábbis, de azért úgy voltak egészen érdekes eredményei. Egy szakasz volt, amikor 9. időt autózott, az szerintem abszolút kiemelkedő pillanat volt. Más kérdés, azért voltak olyan szakaszok, ahol szerintem az ő rutinjából, a pályautós múltjából, vagy amiatt egy kicsit többet vártunk. Mondjuk a városi gyorsaságén ott szerintem sokan azt gondolták, hogy ott majd jobb időt fog menni, ott nagyon sokat kapott, de összességében szerintem hiba nélkül, vagy legalábbis nagy hiba nélkül, mert azért volt egy megforgás, meg az egyik szakasz célkanyarjába belógott egy kicsit a bokrok közé, de összeszedte, úgyhogy nem ebből belőle baj. Szóval nagy hiba nélkül lehozta a futamot, és azt hiszem, hogy becsülettel helytált, úgyhogy ez is volt igazából. Ugye ez is volt igazából a célja, azt mondta, hogy célba akar térni, ezt megtette. Olvastam így a közösségi médiában a nyilatkozatát, hogy neki még vasárnap is furcsa volt az, hogy valaki beszél hozzá közben, vezetés közben. Nyilván tényleg egy pálya versenyzőként beülni rally autóba, ez tényleg ilyen teljesen alap dolognak tűnik, de az is furcsa lehet, hogy folyamatosan mondják neked, hogy milyen kanyar jön meg ilyenek. Tehát nyilván nem vagyok annyi... Nekem is az volt a benyomásom, hogy így külső szemlélőként, mint neked, Tomi, ott a helyszínen, hogy alapvetően megállta a helyét ebben a mezőnyben. A nagyjából azt várja el. Így van. Ugye a magyar, ha nem nevezett a magyar értékelésbe, de hogyha oda betesszük az eredményt, akkor 8. lett volna, defekt nélkül talán 7. Nagyjából erre volt ő most itt
itt most elég. Nyilván az látszik, hogy nagyon tehetséges, nagyon ügyes, sok-sok éve gyári autóversenyzőről van szó, akinek egyébként mindenki, aki él és mozog, az segített a felkészülésben, minél közelebb érezze magát ez a realizáshoz, aztán például ugye Thierry Neuville is segített neki, ami az eszem, hogy sok magyar rali versenyző örülne, hogyha Thierry Neuville segítene neki bizonyos dolgokban. És tesztelt is azért, amennyit lehetett, úgyhogy azért amennyire lehetett felkészült, de igen, de ott volt a mezőnyben hely, tehát abszolút nem ment rosszul, így szemre sem, tehát lehetett azért benne potenciált látni. Egyébként pedig a Rally TV-n elérhető az összes belső kamerás felvétele, úgyhogy akinek van erre előfizetése, ugye ott a VRC, az RC és most már a VRX élő közvetítései meg összefoglalói belső felvételei nézhetők most, meg. Hogy újra van VRX, ugye ezt tegyük hozzá. Igen. Amúgy lezárták a VRX szezonját, és akkor jött be ezt, hogy akkor a VRX-et is lehet nézni, mondtam, hogy akkor köszönöm szépen. De szóval, hogy ott akit érdekel, az meg tudja nézni az összes belső felvételét. Milyen is neked? Akkor Özberg nyert, Vince a második, és Szeszk a harmadik. Ez volt a Rally Hungary, és vége a magyar és az Európa bajnoki szezonnak is. És akkor kanyarodjunk el szerintem a Rallytól. Ugyanis még menjünk a VEC-re, hiszen újabb gyártó jelentette be a csatlakozását, ugye ez a hypercar kategória, ez most már ilyen divat kategória lett gyakorlatilag, itt aki nem nevez hypercar autóval, az már nem is igazi autógyártó, most az Aston Martin döntött úgy, hogy 2025-ben beszáll ebbe a csúcs géposztályba, és egy V12-es motor lesz ebben az autóban, és 2025 ugye jönnek nem csak az Endurance VB-re, hanem az IMSA-ba is, tehát Le Mans-ba is tulajdonképpen, úgyhogy mindenhol láthatjuk majd őket. Egy autó biztosan, és felmerült az, hogy Le Mans-ban lehet, hogy kettő. Meg ugye az is, hogy majd nem Lance Stroll fogja vezetni, mert ugye ez is kérdés volt. Felmerült. Ugye nagyon nagy a jelentősége ennek a dolognak, hiszen az Aston Martin az első gyártó, akik LMH, tehát teljesen saját építésű autót elvisznek az IMSA bajnokságba. Ugye az amerikai sportautó bajnokságban eddig kizárólag LMDH autók versenyeztek, akik ugye a karosszériát külső beszállítótól szerzik, és ugye sem a Ferrari, sem a Toyota, sem a Peugeot, sem más LMH gyártó eddig nem mutatott érdeklődést, vagy legfeljebb érdeklődést mutatott az iránt, hogy a tengeren túl a versenyezen, az Aston Martin ezt meg fogja lépni. És ugye ez egy olyan projekt, amiről évekkel ezelőtt nagyon sokat lehetett hallani, és tulajdonképpen akkor szakadt meg ez a sztori, amikor Lawrence Stroll úgy döntött, hogy akkor Aston Martin Formula 1-es csapatot gründol kisfia és az Aston Martin rajongók közös örömére. És ugye tulajdonképpen ez a Valkür, ez így, bocsánat, én magyarosan ejtem, ha megengeditek, ez így bekerült a raktárba. Ez a magyaros kiejtés? A Valkür? Hát, hogy mondjuk magyarul a Valkűröket, ha nem így? Hát jó, hát úgy igen, csak hogy ha a leírását nézed, akkor az hogyan ejtés magyarul? Na, ez megbeszéljük elvétel után. Szóval lényegében ez bekerült egy raktárba, vagy egy fiók mélyére ez a projekt, és én nagyon örülök neki, hogy elővették. Aztán, hogy ez milyen összefüggésben van azzal a ma egyszer már megpedzegetett pletykával, hogy lehet, hogy Lawrence Stroll Formula 1-es csapatot már nem is akar annyira sokáig üzemeltetni, az egy másik kérdés. Viszont ha tippelnem kéne, hogy ki lesz az egyik versenyzőjük a Le Mans-ban és az Endurance világbajnokságban, akkor azt azért tudnék egy korábbi Le Mans győztes Forma 1-es világbajnok versenyző, akinek épp jövőre jár le a szerződése az F1-ben. Nico Hülkenbergre gondolsz? Igen. Föl tudnánk sorolni? Hány gyártónál tartunk most már 2025-re? Elértük szerintem lassan a tizet a Le Mans-i gyártókat. Ha most, ha mikrogyártókat nem vesszük, akkor ugye van Toyota, Ferrari, Peugeot, Aston Martin. Porsche Cadillac. Ja, Porsche, most az összes mindenre mondom. Tudom, aztán Porsche Cadillac, BMW, Alpine, Lamborghini. Ez meg volt a 10. Ez szerintem 9 volt. De 9 volt egyébként, és ugye hát nem is fér be több a pedokokba, úgyhogy szerintem igen. De mondjuk, hogyha az Acura,
ha tényleg jön az Acura, Honda, akkor ugye meg lesz a 10, és akkor még nem beszéltünk a mikro projektekről, a Glickenhausról, az Isotta Frassiniről, a Bicolas hívják éppen akárhogy, a Velox, tehát... És akkor még vannak ugye ilyen, hogy Jota, Porsche, meg még ezt lehetne folytatni azért, hogy azért ugye nem arról van szó, hogy egy gyártónak van két autója, és akkor annyi. Hát előbb-utóbb kénytelenek lesznek két autóra korlátozni egy gyártót, attól tartok. Igen, így se lehet majd csak úgy beszállni ebbe a hülyeségbe, mint a Forma 1-ben, hát nem, hát nem. Nem úgy van ez, hogy csak úgy jönnek ide új csapatok. Na mindegy, egyébként hallottátok, de a Peugeotnak lesz... Majd az Andretti-t kiutasítják az F1-ből, és akkor jövőre ide megpróbálnak. És innen is kiutasítják őket, hogy hát bocsi, most már itt is megtelt a pedok, előbb kellett volna érkezni. Ja. Na mindegy, azt nem tudom, hallottátok-e, hogy a Peugeotnak lesz hátsó szárnya. Hogy ennek mennyire örülünk. Állítólag kitalálták a hátsó szárnyas koncepciót, úgyhogy nagyon várom. Nem már, az attól volt egyedi. Attól volt egyedi az az autó. Igen. Meg attól volt rossz. Úgyhogy, na mindegy. Ez is. Jó, és akkor zárszóként van még egy MotoGP témánk, ami azért nem gyenge téma, hiszen a hét egyik szenzációja volt, hogy Marc Márquez távozik a Hondától. Tomi, kérlek szépen, világ is meg nekünk, hogy itt mi is történik. Ugye hetek óta erről szólt a beszéd a MotoGP pedokjában, hogy most akkor távozni fog-e a Hondától Márquez vagy sem. Ez nagyjából egy hónappal ezelőtt kezdett egyre inkább ebbe az irányba mutatni a dolog, hogy valóban távozhat, és szerdán bejelentették, hogy közös megállapodással szerződést bontottak. Ez fontos hangsúlyozni, hogy szerződés bontásról van szó, hiszen 2024-re megállapodása volt a Repsol Hondával, ugye még 2020-ban írt alá 2024 végéig, tehát rendkívül hosszú szerződést Márquez a Hondával, viszont közös megállapodással úgy döntöttek, hogy elhagyja, hát gyakorlatilag a süllyedő hajót kis túlzással, hiszen az utóbbi egy-két évben csetlik-botlik a Honda. Most érdekes egyébként, hogy pont azok után történik meg a bejelentés, hogy a japán nagydíjon ugye dobogós lett Márquez, az idei első dobogóját pont a Honda hazai versenyén szerezte. Azt gondolom, hogy várható volt már az utóbbi hetek után, hogy végül ez lesz a döntés. Ugye a Honda itt megpróbálta meggyőzni a hírek szerint Márquezt itt személyi átalakításokkal a felső vezetésben, meg a technikai vezetésben. Sőt, ugye elmondta a Ducatinak az általános igazgatója, Gigi D'Alinha, hogy őt is megkeresték a Hondától, ugye, aki tényleg a Ducatinak a felvirágoztatásáért nagyjából első személyben felelős, de nemet mondott nekik. Igazából együtt fog dolgozni Márquezzel, csak nem a Hondánál, hanem a Ducatinál jó eséllyel, hiszen azt még nem jelentették be a felvétel pillanatában, hogy a Gresini Ducatihoz fog menni. A háttérben látható motorra fog éppen felül, nem tudom, hogy szándékos volt-e a képválasztás, de valószínleg az ő helyét mondjuk, fog járni. Ugye? A vicc kedvéért. Szóval, hogy Fabio Di Giannantonio-nak helyét fogja nagy valószínűséggel átvenni, és ezzel Márquez egyébként pont az öccsének a csapattársa lesz, hiszen Alex Márquez is ennél a csapatnál versenyez. Tomi, ők voltak már csapattársak, ugye? Kemény kétharmad futamig, amíg ugye Márquez nem sérült 2020-ban Jerezben. Onnan indult meg egyébként az egész szenvedés. Tehát Márqueznek ugye az a szezonja teljesen kiesett, a Honda pedig valahol ott ment félre nagyon. Addig is már az előző években sem volt annyira jó a Honda. Vagy inkább úgy mondom, hogy csak Márquez számára volt jó a Honda. De azóta teljesen irányt tévesztett a Honda is, és egyébként a Yamaha is. Ez zárójelben teszem hozzá, tehát inkább ez a japán gyártóknak egy betegsége. Úgyhogy én annyira nem lepődtem meg, főleg az utóbbi hetek után, hogy Márquez ott hagyja a Hondát. Nagyon érzelmes posztokat tett közzé Márquez is, és a Honda is, azért ne feledjük el, hogy 11 éve versenyzett náluk, 6 VB címet nyert, 59 futam győzelem, 64 pole pozíció, most remélem, hogy egyet sem rontottam el, meg 101 dobogó. A modern kori MotoGP-nek az egyértelműen legsikeresebb párosa voltak ugye Valentino Rossi karrierje mellett. Ez a házasság véget ért, most valószínűleg lesz egy egyéves szerződés a Gresini Ducatinál, jó eséllyel csak egyéves szerződés, mert hogy ugye 24 végén szinte mindenkinek lejár a szerződése, és az azért nyithat meg lehetőséget Márquez előtt más irányba is akár, elsősorban a KTM-et rebesgetik, hiszen ott például az egyik fő támogató az azonos, ugye a Red Bull képében. Ami még érdekes, hogy állítólag senkit nem visz magával a Hondától,
tehát azt a Santi Hernández sem, aki tizenvalahány éve együtt dolgozott vele vezetőmérnökként, őt sem viszi magával. Lehet, hogy neki szólt egyébként az az érzelmes üzenet, amit ki is posztolt Márquez az Instagramra, ugye, amiben azt írta, hogy ez nem a szívnek a döntése volt, hanem a fejnek a döntése. Meglátjuk, sokan már ugye azzal viccelődnek, hogy akkor gyakorlatilag megvan a 2024-es világbajnokunk. Ugye azt tegyük hozzá, hogy ha csak nem lesz itt valami gyökeres változás a Ducatinak a felfogásában, akkor Márquez egy egyéves Ducatira fog felülni, tehát az idei Ducatira fog jövőre felülni. De hasonlót láthattunk idén Marco Bezekitől, aki egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy pont lesérült a hétvégén, úgyhogy ő valószínűleg végleg kidőlt a világbajnoki küzdelemből, illetve tavaly Enea Bastianinitől is futamgyőzelmek és világbajnoki összetett harmadik hely. Ha most azt teszik hozzá, hogy a Ducati gyakorlatilag a legversenyző barátabb motor jelenleg, Márquez pedig valószínűleg még mindig a mezőny egyik, ha nem a legjobb versenyzője, ebből én nagy dolgokat látok jönni. A világbajnoki címben nem vagyok biztos, tehát azt azért nem előlegezném meg neki, mert azért mégiscsak egy egyéves konstrukció lesz, de nem tartom kizártnak, hogy simán még akár azért is bejelentkezzen. És még egy dolgot MotoGP kapcsán gyorsan említeni kell, hogy a KTM is végre megszülte azt, hogy hogyan ültessen föl öt versenyzőt négy motorra. Végül az a döntés született meg, hogy a GasGas Tech Free csapatnál, ami nekik a szatelli csapatuk, ott Pedro Acosta Paul Espargarónak a helyét fogja átvenni, tehát Augusto Fernández maradhat, ugye aki idén újonc volt, az egyedül újonc egyébként a MotoGP-ben, és mellé érkezik a jelenleg a Moto2-t egyre magasabban, vagy nagyobb előnnyel vezető Pedro Acosta, aki tényleg az elmúlt, hát Márquez óta talán az egyik legnagyobb tehetség, sőt, kimerem jelenteni, hogy a legnagyobb tehetség, és ezt többször elmondtam a Formula Motocast adásaiban is, hogy a KTM irgalmatlan nagyot kockáztatott volna azzal, hogyha nem biztosítja Acosta számára a MotoGP-s debütálás lehetőségét, mert Acosta elmondta, hogy ő nem akar még egy évet maradni a Moto2-ben, ha a KTM nem adta volna meg neki ezt a lehetőséget, akkor talált volna máshol ülést, ahhoz túl nagy tehetség, és túl nagy tehetség ahhoz, hogy ők ezt a kezükből kiengedjék a KTM-nél. Espargaró így háttérbe szorul. Azt mondta el egyébként szintén egy Instagram posztban, hogy ez közös döntés volt, ebben azért kételkedek, hogy ő a KTM jövőjét, hosszabb távú jövőjét szem előtt tartva döntött úgy, hogy félreáll, vagy így oldalra lép egyet, hiszen ő egy, hát valószínűleg anyagilag megéri neki ez a szerződés, ami tesztversenyzői szerepkört, illetve néhány szabadkártyás szereplést jelent. Valahogy döntenie kellett a KTM-nek, nyilván mondom, azt én nem tartottam reálisnak, hogy Acostát ne vigyék föl, és hát vagy Espargaró, aki azért rutinos, de ugye kihagyta a szezon első felét például ugye a sérülés miatt, a portimaui nagyon kis túlzással életveszélyes sérülése miatt, vagy őt kellett félreállítani, vagy Augusto Fernándezt, aki idén ugye első évét teljesíti a MotoGP-ben, és azért a KTM-től láthattuk az elmúlt években, hogy kegyetlenül szokott bánni az újoncaival, tényleg volt olyan, akit egy év után kiraktak. Ezt most nem akarta meglépni a KTM, főleg úgy, hogy Fernández azért olykor mutatott biztató teljesítmény. Ez lett végül a salamoni döntés, hogy Espargaró akkor tesztversenyző és szabadkártyás versenyző lett. Acostának a debütálását pedig nagyon-nagyon várom. Ami akkor ezek szerint jövőre meg is fog történni, és aztán 25-től jöhet a Márquez Acosta páros majd KTM színekben. Ez csak azért nem így lesz, mert Bindernek ugye hosszú távú szerződése van, de az, hogy márkatársak legyenek, azt el tudom képzelni. Szerződések ugyan meg. Ja, igen, bocsáss, ezt az egy gondolatot még hadd tegyem hozzá, az nagyon jó, hogy kimondtad, Tomi, mert ez az Espargaró félreállítás, illetve a Márquez szerződés bontás még jobban megerősíti azt, hogy a MotoGP-ben a szerződéseknek lófügy értékük nincsen jelen pillanatban. Jó, nem kell kivágni, Jógi Gergő, jó lesz. Igen. Moderáltam magam, de tényleg most ezt gondoljatok el, hogy Espargarónak szerződése volt 24-re, mégis félreállították, ugye Márqueznek szerződése volt 24-re, mégis felbontották, tehát ez azért annyira nem jó a versenyzők szempontjából, főleg nyilván egyébként az Espargaró eset az, mert Márquez önmaga akart szabadulni a szerződéséből, Espargaró hiába mondja itt, hogy közös döntés volt, azért szerintem ő rajta akart maradni ezen a piros motoron. De nem fog, úgyhogy egyelőre ennyi a MotoGP-ből. Ugye ott még mindig elég sok verseny van hátra a szezonból, úgyhogy azért lesznek itt még
lesznek itt még érdekességek, még ez és a Márquez kerek sztori. 3 pont ugye a különbség Bagnaia és Igen, meg azt akartam mondani, hogy ezt a Márquez sztorit még annyira ne tartsuk forró, mert még addig eleshet annyira, hogy megsérülésnek kelljen neki jövőre szezon kezdeni sehol, úgyhogy szerintem ezt az elmúlt 1-2 éve alapján ezt szerintem ne nagyon előlegezzük meg neki. Na de mára szerintem ennyi volt a pitwall, nincs több hírünk legalábbis fölírva, aztán majd folytatjuk jövő héten. Addig is olvasgassátok a formula.hu-t, hallgassátok a Formula Podcastet és a Formula Motocastet, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hiszen ott az említett tartalmaink mellett például Mészáros Sanyi helyszíni pitwall pluszos videóit is láthatjátok. Kövessetek minket a közösségi médiában, olvasgassátok az Autosport és Formula magazint. Várjátok majd az év összefoglaló könyveinket, hiszen ahogy Gergő már spoilerezte, mind a kettő, tehát a Szágódás és Cirkusz, valamint az Autosport évkönyv is készül. Tervek szerint majd karácsonyra mindenkinek ott lehet a falat, aki ilyenre igényt tart, és hát pitwall pedig legközelebb jövő héten, hétfőn este 7 órakor a tervek szerint. Addig is tartsatok velünk, sziasztok! Minden jót, sziasztok! Sziasztok!